azzal szokás lerázni azt a kötelességünket, hogy a gyerekeknek meg egymásnak mintát adjunk, hogy hát volt már olyan, hogy a papa ívott, meg világba élt, meg mit tudom én, milyen maladságokat csinált, és akkor a gyerek meg erre azt mondta, hogy én más leszek, mint az apám, megemberelte magát, és lett belőle tisztességes ember. Az ellenkezőjével is szoktak érni, mert ez ugye egy ilyen igazi szofista, romboló érvelés, hogy meg az is lehet, hogy az apám is részeges volt, én is az leszek. Na, hol vagytok, lányok? Ez azért van, mert olyan nehéz megérteni, meg nehéz túltenni magunkat azon, hogy milyen lassan és sokszor reménytelenül hatnak a minták. Tehát, hogy ezerszer megterítsük az asztalt, ezerszer odaülünk, és ezerszer van valami balhé, nyakon öntöm, beszólok, ez az, miközben ugye mi igyekszünk hozni a mintát. Úgyhogy az egyik nagy nehézség az, hogy ezeket hogyan tudjuk továbbadni, de amiért most erre szánunk egy külön, micsoda is ez egy ilyen, külön spot, hogy mit csinálunk mi YouTube-ban, szóval egy ilyen külön anyagot, az az, hogy elmondjam, hogy ezek a minták, ezek úgy jönnek át, hogy elmeséljük egymásnak az életünknek az aranypillanatait, vagy fölhozzuk. Mondjuk, hogy rugdosunk egy követ, és akkor, jaj, emlékszem, hát ott a pápai parkban a Gyuri barátommal mi leültünk, és az én ócska ilyen simlés sapkámat, azt kitettük úgy, hogy alatta volt egy nagy kő, és akkor voltak, hogy megállt, nézegette, ránk nézett, hogy tiétek, akkor mondtuk, hogy igen, de voltak, hogy ment arra, és belerugott egy jó nagyot, és akkor alatta volt a kő, mi meg röhögtünk rajta. Ez egy közös élmény, ezt én azt hiszem már meséltem neked, Zelka? Meséltem. Pedig olyan kedvesen mosolyog, mintha nem meséltem volna. És akkor ez egy viselkedésmód. Azt mutatja, hogy mennyire jól összehangol egy ilyen csíny, még hogyha nem is valamilyen nemes dolog. Egy kicsit jobb, mint hogyha a bácsik botját rugdostuk volna ki. Meg hát persze sokkal rosszabb, mint hogyha valami igazán magasztos élmény hangolna minket össze. De az is volt. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ahogy így járjuk a közös életutunkat, úgy jutnak eszünkbe olyan élmények, amik a mi sorsunkat, barátságunkat, életünket valamilyen szinten meghatározták. És amikor mintázatokat adunk át egymásnak, például nevelési mintázatokat, akkor valószínűleg, hogy ilyeneket adunk át. Például a gyereket nagyon meg lehet szidni azért, mert hazudik, de ugyanakkor, ha elkezdjük magunkat rajta kapni, hogy hányszor mismásolunk, hányszor mondjuk, hogy ja, hát igen, bocs, elfelejtettem, de, vagy hogy át akartam küldeni, csak, vagy hogy akartam hozni, csak át, akkor hogyan fogja a gyerek azt mondani, hogy igen, akartam hozni túrót, de elfelejtettem. Hát úgy, hogy te is vagy olyan magabiztos, és azt mondod, hogy igen, akartam hozni túrót, de elfelejtettem. Nézd meg, mennyire arra áll a szánk, hogy akartam hozni túrót, csak még föl kellett adni azt a levelet, megállítottak a rendőrök, akkor a dugó volt, hogy az képtelenség. Mennyire magasztos dolog azt mondani, hogy akartam hozni túrót, de elfelejtettem.